Rosszul lett ez a férfi, épp a hasát vizsgálták, mikor délután a Semmelweis Egyetem sürgősségi osztályán jártunk. Az osztályon műszakonként két sürgősségi szakorvos dolgozik, így ha nehezen is, de tudják teljesíteni a törvény által előírt feltételeket. Nem könnyű, nagyon nagy volt az orvos elvándorlás. Eltelt egy jó idő, mire mi is ezt a létszámot ilyen szinten biztosítani tudtuk. Biztos, hogy van egy kicsikét olyan jellegű vonzere is, hogy ez mégiscsak egy egyetem, lehet nagyobbak talán a lehetőségek. Egyébként eszmetlen mennyiségű munka hárul a kollégákra. Az osztályvezető szerint azért, mert nagyon sok szakember hiányzik a sürgősségi központokból. Épp ezért szinte mindegyik sürgősségi szakorvos több kórházban is dolgozik. De így is csak az egyetemeken működő sürgősségi osztályokon és néhány megyei kórházban van elég szakorvos. A Magyar Orvosi Kamara felmérése szerint az előírt feltételekhez 600 sürgősségi orvos kellene országszerte, ehelyett 140 van. Iger István azt mondta, több osztály működik úgy, hogy egyáltalán nincs megfelelő végzettségű szakorvosuk. Minden egyes sürgősségi betegellátó osztály minden műszakjában a műszakvezetőnek sürgősségi szakorvosnak kell lenni. Ez az esetek jelentős részében nem valósul meg. Továbbá elő van írva, hogy rezidens, tehát szakorvos jelölt egyáltalán nem dolgozhat csak felügyelettel. Ennek ellenére nem egy helyen szembesülünk azzal, hogy rezidensek műszakvezetőként dolgoznak. Ez a kamara elnöke szerint nem csak törvénysértő, de veszélyezteti a betegek biztonságos ellátását is. A kamara felmérésük eredményéről levelet írt az egészségügyi államtitkárságnak. Ebben azt kérik, minél hamarabb találjanak megoldást a szakember hiányra. Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahol kérdéseinkre azt írták, hozzájuk nem érkezett jelzés arról, hogy kevés a szakember. Azt is írták, hogy a törvény csak januártól kötelezi a kórházakat arra, hogy a sürgősségi osztályok vezetői szakmai végzettségűek legyenek. Ennek a betartására két hónap türelmi időt kaptak.